Mai nap végre itt a Dakaron az összes nap közül talán a legkevesebb technikai gonddal birkoztunk meg. Ráadásul óriási szerencsénk volt abban, hogy pont volt egy 15 perces neutralizációs rész, ahol összesen egy kilométert kellett megtennünk, de 15 perc volt rá. Ott azonnal kiugrottunk az autóból, és megpróbáltuk megjavítani a ventilátorokat, mert nagyon melegedett az autó. Ez ilyen 150 kilométernél volt egyébként. Az első 150-en tulajdonképpen semmi probléma nem volt, homokos nyom volt, de végül is abszolút járható. Bár ennek ellenére azért két kamion nagyon elásta magát ott. Viszont ezután 200 kilométer egészen a végéig az teljesen dűnés szakasz volt, és a melegedés miatt, amit nem tudtunk teljesen megcsinálni, azt meg tudtuk csinálni egyébként, hogy direktbe mentek a ventilátorok, de sajnos nem hűtött eleget a motor, úgyhogy próbáltam mindig egyel nagyobb sebességfokozatba kapcsolni, és ez az eredménye meglátszott a végén. Ez csak egy részeredmény. Majd meglátjuk holnap után, mi jön ki még. Nyilván ez egy jópofa dolog, de túl sok jelentősége jelen pillanatban nincsen. Célba kell érni, holnap nehéz nap van még, ami nagy görénység volt, hogy még holnapra is beraktak el, én úgy látom, hogy egy eléggé keserves szakaszt, és aztán még mindig van 110 km, itt láttunk már az egy csodákat, úgyhogy szerintem így kell feküdni.